Mikor eltörtjük a kendert, akkor utána meg kell dörzsölni. A dörzsölés kétféleképpen is történik. Lehet dörzsölőbe dörzsölni, de lábbal is lehet. A kender feldolgozásának a lépéseit sorolja ez a 74 éves néni. Ő azon kevesek között van, aki még tudja azokat a hagyományos népi módszereket, hogy miként lesz az elvetett kendermagból kész vászon. Rajta kívül még öten vannak az idősebb korosztályból, akik a régi eszközöket használják a feldolgozáshoz, ismerik a munkamenet csinyát-bínyát. Van ugyan néhány fiatal, akiknek próbálják továbbadni tudásukat, de félő, hogy egy idő után mindez elvész. Éppen ezért ennek a tudásnak a megőrzése céljából is indult el a Kenderes Napok Beregdarócon, amelyet idén már 17. alkalommal rendeztek meg. A népi hagyományok megőrzése nem csak a település, hanem az egész beregi vidék szempontjából fontos. Ezek az értékek lényegében ilyen lábakat képeznek a vidék alatt, amelyeket mindenképpen meg kell őriznünk, és az talán nem is elég, hogyha megőrizzük ezeket a múltunkba gyökerező értékeket, hanem ezeket úgy kell a hétköznapok részévé tenni, hogy azzal tovább is, a további élésüket is biztosítsuk, és szinte észrevétlenül az kell, hogy a következő generációknak az életébe épüljön be. A hagyományok mindennapi életbe való beépülése pedig valós cél Beregdarócon, hiszen a településen komolyan gondolják, hogy a jövőt a kender köré építik. Eljött az a pillanat, mikor menedzsment szemlélettel kell nézni a települések életét, és én nagy reménységet fűzök a Nemzetstratégiai Intézettel közösen, hogy a helyi gazdákkal próbáljunk kendert termelni, és a Kárpát-medencébe újra felhozni a kendert termelést, és ezt szeretném Beregdarócot becsatlakoztatni a Kárpátok Szatmári térsége, egy ilyen beregdalóti központtal szeretnék kendert termeszteni és a kendert termesztéssel foglalkozni. A kendertermesztés korábban komoly hagyománnyal és gazdasági jelentőséggel bírt Magyarországon. Ennek felélesztése pedig nem lehetetlen, sőt kifejezett cél is. Magyarország egykor nagy kender nagy hatalom volt. Ebből az időből származik Orbán Balázsnak ez a bizonyos mondása, illetve írása, mely szerint a mi kenderünk a kontinens minden kendere beleértve a legkiválóbb kender, éppen ezért nemzetgazdászati jelentőséggel bír, írta ő. Nos, ez nem csak a múltra igaz, ez most is igaz, ugyanis igaz, hogy megszűnt az elmúlt évtizedekben a kender termesztése és feldolgozása, ugyanakkor minden erőforrásunk, minden természeti és emberi erőforrásunk megvan ahhoz, hogy a magyarságot ismét kender nagy hatalommá tegyük a Kárpát-medencében. Ezek a rendezvények is nem utolsósorban azt a célt szolgálják, hogy vidéken érdemes és jó legyen élni. A kenderre épülő ipar újjáélesztése a térségben beleillik a kormány vidékfejlesztési stratégiájába is. Az első csoportba tartoznak azok a támogatások, amelyek ezek a támogatások többségét teszik ki. Egyébként, amelyek a gazdaságfejlesztést szolgálják, elsősorban a mezőgazdaságfejlesztését, hiszen számunkra Magyarország azért a vidéki gazdaság, bárki bármit is mond, messziről jött emberen ne tessenek inni, tehát bárki bármit is mond, azért a mezőgazdaság az a vidéki gazdaságnak az alapja, életerős vidék, életerős gazdaság, mezőgazdaság, élelmiszer, ipar nélkül nem létezhet, tehát ezek a legfontosabb gazdaságfejlesztési céluk, de legalább annyira fontosak a közösségfejlesztési támogatásaink. A Daróci Kenderes Napokon a látogatók nem csak a kendertermesztéssel és feldolgozással ismerkedhettek meg, hanem annak végtermékeivel is, így a Beregdaróci unikumnak számító vászonvirággal és a beregi keresztemes hímzéssel készült szőttesekkel. De természetesen gasztronómiai udvar is várta a helyi ízek iránt érdeklődőket, valamint a színpadon bemutatkoztak a térség hagyományait őrző együttesek is.